Ha Mohács, akkor busójárás, ha Moha, akkor tikverőzés. Idén sem szakadt meg a hagyománya Fehérvár megyei faluban. A húshagyó kedden megrendezett egyedülálló farsangi népszokás ismét tömegeket vonzott Mohára. A tikverőzés elnevezés a tyúkok jelképes megverésére utal, emellett pedig a bohócok korommal kenik be a tyúkok és a jelenlévők arcát, amely szokása termékenységgel és a jó szerencsével van összefüggésben. Én bohóc leszek, én igazából járni fogom a falut, és én kormozni fogom a népet, meg a tyúkokat. Igazából a ruhám az meg egy kalapból, egy maszkból, meg régi munkás ruhából áll, amire ruhacafatok vannak felvarva. Kovács Sándorné Moha polgármestere nem is hagyományként, hanem örökségként tekint a tikverőzésre. Ez a pici falu ilyenkor megtelik. Aprajával, nagyjával, nagyon sok iskolából, óvodából érkeznek ide látogatók, aminek nagyon örülünk. A lányok fánkot sütöttek, hogy megkínáljuk őket, és hogy élvezzék a farsangpartának minden mozzanatát. Az óvodás és iskolás csoportok külön készültek a mai napra, a legtöbb helyen előzetes felkészülés zajlott, így a gyerekek is tudták, hogy mire számíthatnak a tikverőzés kapcsán. Fontosnak tartjuk a hagyományoknak a megőrzését, a tiszteletét, hogy a kicsi gyerekek is tulajdonképpen tovább vigyék majd mindazt, amit a régiek és az őseink, vagy az idősebbek ugye naponta, vagyis évente ugye megéltek. És azért is fontos, mert a mohácsi búsójárás ugye az egy nagyon híres, de az, hogy itt a megyénkben is van lehetőség arra, hogy ezt a tikverőzést megnézzük, átélhessük, azt hiszem, hogy ez egy páratlan lehetőség számunkra. Mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek láthatóan nagyon jól érezték magukat az ünnepélyes délelőttön, a bohócok pedig természetesen nem rossz szándékkal kenték be az emberek arcát korommal. A sok vidám tekintetet és kormos arcot látva remélhetőleg mindenki számára szerencsés lesz az új esztendő.